A fesztivál egy kiállítás megnyitóval kezdte a program sorozatát, vagyis mint az elhangzott beszédekből kiderült, egy múzeum megnyitóval. Ugyanis Bátaszék egy új, egyháztörténeti gyűjteményből álló múzeummal gazdagodott. A megnyitón felszólaló Felföldi László megyés püspök szavait idézve, egy életnek, egy ünnepnek az a titka, hogy mennyire szólít meg, mit üzen ott bent a szívben. Vizsgáljuk meg tehát, hogy ezek a kiállítási darabok, amik Bátaszék emlékeit mutatják be, mit adnak nekünk. Minden írástudó, aki jártas a mennyek országáról szóló tanításban, olyan, mint a családapa, aki kincseiből régit és újat vesz elő. Kincseiből régit és újat. Ez minden emberi életnek, minden családnak, mindnyájunk életének ez a belső valósága. És tulajdonképpen most, amikor egyrészt én is köszönetet mondok mindazoknak, akik ehhez hozzájárultak, segítettek, akik szervezték, gyűjtötték, helyet adtak, de akik csak egy-egy darabot azt mondták, nálunk valahol van valami. Én azt odaadom. Az legyen a közösségi. Ez egy, mert minden csak így jöhet létre. Igazi érték az emberiség életében, az mindig összefogásból született. Nagyon hosszú és aprólékos munka előzte meg a múzeum megalakulását. Zombori István, a Gál Ferenc Katolikus Egyetem egyháztörténész professzora évtizedeken át szaktanácsadóként kísérte végig a folyamatot. Bátaszék egy nagyon szép, régi, nagymúltú város, és 1142-ben szentelték föl és alapították itt meg a ciszterci rendnek a gyönyörű templomát, és ennek a 850. évfordulója volt 1992-ben. És erre az alkalomra csinálta az igazgató úr, Sümegi József az első kiállítást, ami ennek a kiállításnak az anyaga. De akkor még nem volt neki állandó helye, és láttuk, hogy ez egy nagyon-nagyon szép anyag, és akkor el lett tervezve, hogy hogy lehetne ebből egy nagy állandó kiállítást készíteni, és hát 32 évbe telt, amiben közben a Covid is beavatkozott, de ebbe a nagyon szép műemlék épületbe, itt fönn az emeleten 4 nagy terembe került sor ennek a Bátaszéknek és a Pécsi Püspökségnek is egy új egyháztörténeti, egyházművészeti kiállításának a megnyitására. Az egyik legnagyobb érdem Sümegi Józsefé. Többek közt az ő áldozatos munkájának is köszönhető, hogy ez a megnyitó szeptember 6-án létrejöhetett. Ez a kiállítás Bátaszék egyházművészeti emlékeit egyházművészet emlékeit próbáltuk ebben bemutatni. A 18. század és a 19. század korszakain keresztül. Ennek az előzménye egy 1992-ben, ugye a Cikádori Apátság 850. alapítási évfordulójára létrehozott időszaki kiállítás volt, amelyből azután egy másik kiállítás lett a templom oratóriumában, de ez megközelíthetetlen volt, részben pedig ki is nőtte az egyetlen termet, és ugye így alakult, vagy jött az a lehetőség, hogy itt a számvevőségi épületnek az emeletén lehessen ezt elhelyezni. 3 nagy tematikai egységre épül föl, képek, szobrok, ötvös tárgyak, illetve textíliák jelennek meg különböző korszakokból. Ez állandó kiállítás lesz, tehát a könyvtár kezelésében fog működni, úgyhogy aki bejelentkezik, az a könyvtáron keresztül bármikor megnézheti.